Sziasztok! 2022. szeptember 27. Kedd, 8:30. Bejött nekik az előrejelzés. Tényleg volt eső, vizes az út. Persze, hogy lejövök a tengerhez. Most éppen nem esik az eső, eléggé borult, de nem vészes egyébként. Hideg meg egyáltalán nincs. Ez a kellemes ilyen 23 fok lehet körülbelül. És azért ezek azért tudnak valamit. Már megírták előző hét pénteken, hogy kedden eső várható, és bejött nekik. Hát nem úgy, mint nálunk, hogy több-kevesebb napsütés, elszórtan néhol csapadék, zápor, zivatar. Ezek megírták, akkor esik. Ilyenkor is milyen szép a plázs. Zöldülnek a növények. Párlákat kihagyták az esőbe. Annyi baj legyen. Úgy látszik, tudják, hogy utószezon már nem sokan jönnek. Tiszta édenkert. Ismét föltámadtak a hullámok. Milyen szép tarajos! Itt már csendesebb a tenger, itt már mélyebb, az a jó 1.10-es, 1.20-as. Szépen ringat. De jó. Ezt próbáljátok majd ki. És ha jól látom, megint csak én vagyok egyedül a tengerben. Többiek csak sétálnak a parton. Emberek, nem tudjátok, mi a jó? Most a legjobb a víz. Ha. Pillanatra most elbúcsúzok tőletek, leteszem a kamerát. Szeretnék egyet úszni. És kiviszem. A vége a pancsolásnak. Újra itt vagyok a fahídon, megyek a város felé. Vagy inkább úgy mondom, hogy az Ófalu felé. Előtte mutatom itt a tengert a csatornánál. Itt is egy cicus. Itt
itt vagyok Szártinak a kis főterén, ugye szemben a templom, itt a Szárti szív fotózkodós hely, fotópont. És közvetlenül itt a tér sarkán, kicsit beljebb, van egy jó kis hamburgeres, de van itt gyrosz is, mindenféle étel, és rendeltem egy hamburgert kólával. Ide leültem, és akkor várjuk a kajcsit. Aki esetleg Szártira jön, és valami hasonlókat szeretne enni, az meg is rendelheti, van kiszállítás, és itt a telefonszám is. Ez így kólával, hamburgerrel és sült krumplival együtt 7,50 volt. Akkor jó étvágyat! Finom volt ez a hamburger, jó is laktam vele, 11-ig nyitva vannak este, és addig is lehet rendelni. És van itt egy érdekesség. Eleve a növényzet egy érdekesség. Ez a legszebb, ez a mediterrán növény, csodás virága van. És mögötte van itt ez a fa, nézzük meg a törzsét. Tele van tengeri kajlókkal. Újra felsétálok a templom felé. És egy kis datoja pálma. Jó, a templom lépcsője fehérrel van festve. Templom tövében itt is gyönyörű mediterrán virágok. És ez a rész is Szárti. Hegyek fölött lehet látni a párát. Már csepereg is az eső. Ott szerintem már jobban esik. És előttem itt egy tűzoltó állomás. Kocsival. És itt a tűzoltó autó. Esik az eső, nem probléma, van ernyőnk. Elnézek erre is. És házi szentély. Gyönyörű növényzet végig. Atosztea. Ne látszanak a hegyek. Ez a kis szemerkélő eső. Ahogy jött, szinte úgy el is ment. És előttem végig Szárti, az a déli irány. Itt is egy nagy aloé, jukka pálmával, datoja pálmával. Na nézzük meg, hova vezet ez a lépcső. Aha, egy parkolóba. És azt hiszem, most érkeztünk a kikötő fölé nagyjából. Oda futott be a hajónk, de ott van egy másik kikötő. Hát gyalogoljunk már el oda, nézzük meg. Ez lesz most a program. Onnan jöttem, ezelőttem Szártinak az északi pontja, és velem szemben ott van a benzinút. És tovább lefelé jobbra pedig az a kikötő. Az a hullámtörős kikötő. Nézzétek csak, mit találtam itt. Itt van ez a sunyi növény, rohadvány egyfajta, alattomos, nézzétek milyen tüskei vannak, ez a termése. Na most a bringával egy ilyenbe belehajtunk, ugye szép, alacsony fűnek látszik, a defekt az borítékolható. Hogy nézem, Athos hegye,
teljesen fellegekbe burkolózott, semmi nem látszik belőle. Szerintem ott most szakad az eső. Ez itt Athosz hegye végig, illetve a helye. Ujja. Most azt tervezem, hogy itt szépen ezen a surranó földes úton elmegyek egészen át oda a kikötőhöz. Van egy hangulata, ez tagadhatatlan. És közben szemerkél az eső. Köszönöm a napsütést! Köszönöm a napsütést! Athosz, mintha eltűnt volna. Az egész hegy köddé vált. Mondjuk, ha valaki már megelégelte a sétát leföl a városba, vagy a parton, a fövenyen, az eljöhet egy ilyen túrára is. Abszolút járható az út, szép látvány, egy kis testmozgás, szintek, hangulat. Természetesen most is egy újabb pláshoz érünk, de ez benne a jó. Hely, micsoda színek! Megjelent Athosz újra, előbukkant a ködből. Még nem lehet lemenni. Már most gyönyörű a part. Vannak ilyen eldugottabb helyek is. Akad itt felfedezni való bőven. Az út bizonyos szakaszain óvatosan, mert lehet egy kis omlás veszély. Erre autóval is be lehet jönni a főútról, aki könnyebben szeretné megközelíteni ezt a partot. És lent vagyok ezen a parton, amit föntről néztünk. Ugye itt is bezárt a bár. Onnan jöttünk, ott van a kikötő, tegnap onnan hajóztunk ki, ott a kis görög szentély és fölötte a kereszt, így jöttünk végig ezen a hegyoldalon. Természetesen, és megnézzük a vizet. A tengerből sosem elég. Itt is ez a finom, puha, lágy, aranyszínű homok. Haladunk tovább a kikötőhöz, ami ebben a pillanatban meg is jelent előttünk. Na most azt nézem, hogy ez itt valószínűleg egy zsákutca lesz, nincs híd, átjáró, és itt kéne átmennem a homokos fövenyre szemben. Haha, meg is oldódott. Akkor tovább. Ismét finom homokon állok. Kicsit nagyobb szemű ez itt, mint bent Szártén. De az a része az már szerintem ugyanolyan. Na itt majd át kell ugranom valahol. Ez a szakasz szerintem jó lesz, itt teljesen lekeskenyedett. És itt is vagyok. Üvegtigris görög verzióban. Kemény. Jól néznek ki ezek a szikla alakzatok. Meg is érkeztem a kikötőbe.
Ismét kisütött a nap egy pillanatra, ki kell, hogy használjam. Lassan érkezünk a hullámtörő végéhez. Itt van két bárka, illetve a tegnapi túráról ismert hajónk. A jó öreg Katerina Anestis. Előttem Szárti, én ott a legvégénél vagyok szinte, és így jöttünk gyalog végig a part mellett. Itt a zöldövezetben, itt a homokos strandfövenyek mellett. Itt is volt egy plázs, itt is egy plázs, és itt a kikötő mellettem. Kicsit leültem. Jó esik bámészkodni a tájat, hallgatni a tenger morajlását. Hegytetén, onnan milyen szép lehet a kilátás. Lehet panoráma abból a lakásból. Athosz hegység kibújt a felhőkből. Teljes egészében látszik. Délután 4 óra, és megjött a jó idő. Itt van ez a relax étterem, ezt ajánlotta az idegenvezető. Ide kaptunk egy kedvezménykártyát, és nézegettem az előbb a pizzákat. 7,50 az összes fajta, meg egy kis kóla hozzá, az lenne 10 euró, és ebből mondjuk lejön a kártya. Lehet érdemes lesz majd ide visszanézni este. És itt a tulajdonos is tud egy kicsit magyarul. Magyar étlap is van. Ezek se rossz árak azért. Kézi készítésű cheeseburger 4 euró, az nem rossz. Gyrosz pitában 3,3 euró. Ez az a hely, ahol ilyen jó kis árak vannak, ezt néztük az előbb. Na, ez se piskóta, német gép, nem kis távolság Németországból eljönni ide. A vastag bömössel, ilyen széles a boxer motorja.
Elvileg ez az utolsó hét, a mostani és zárszárti. Ha nem megy ez a turnus, akkor pakolnak össze már a szállásadók is. Én azt hittem, hogy kicsit tovább tart mondjuk október közepéig a szezon, de hát nem. Most van este 7 óra, megyek beljebb, központ felé, és úgy néz ki, hogy dagály van, elöntötte az utat a víz. Hopszi, hopszi. Tegnap még lehetett látni az alját. Keményen dagály van. Micsoda hullámokat vet. És nézzétek az Atosz csúcsát. Jól néz ki azzal a felhővel. Gyerekek, ez egyre jobb színeket produkál. Hű, bámulatos. A szárti végénél vagyok lassan. Hihetetlen! Ez tényleg fantasztikus! És a falu mögötti hegyek fölött vannak felhők azért. Ez a déli irány. Este 3:48, bejöttem a relaxba, aztán eszünk egy pizzát, egy békönöst rendeltem, meg egy üccsit, ez így együtt 10 euró. Én ez csak egy ilyen kis üveg, 250 ml-s, erre mindjárt hozzák. De 10 euró semmiképpen nem lesz, ugyanis felhasználjuk ezt a discount kedvezménykártyát, amit az idegenvezető hölgy adott mindenkinek. Külön magyar nyelvű étlap is van itt. Itt reggelik, kávék, levesek, saláták, van napi ajánlat, muszaka, halételek, grillételek. Egyelőre maradok a pizzánál, mindegyik pizza 7,5 euró. És széles a választék. Van vagy 27 fajta. És az összes 7,5 euró ám. Frissen sültek, spagettik, szénsavas üccsik. 2,5 euró, az azért nem gyenge ám ezért a kis kóláért. Gyereke, 1000 forint ez a kis üveg kóla. A legközelebb hozok magammal. Megjött a pizza. De hol néz ki?
Hát akkor... Jó étvágyat! Másik fél pizzát szépen eltetettem reggelre, és ezzel a discount kedvezménykártyával 10 euró helyett volt 9. Még hogy nincsenek Szártin éjszakai fények. Hát tessék! A bokor is meg van világítva. És ez az a fa, amit mutattam kagylókkal. Nem is láttam ilyen jól kivilágítva ezt a Szártit. És az erről nyíló főutca talán a legnyüzsgősebb része Szártinak. Mini parália. Bazárhegyek. Hát ez meg a másik. Van itt minden. Aki szuvenyírt akar, az keresgélhet bőven, van választék. És a másik oldalon is. Kalapok, terítők, tarisznyák, táskák, van itt minden. Ez a hagyományőrző görög papucs. De már nem gyalog megyek. Pizzát ide ráraktam a kormányra. Kikölcsönöztem a bringát. 6 euró helyett megint lealkudtam 5-re. És akkor holnap estig lehet nálam. Na hát így már mindjárt komfortosabb hazafelé. Villogófényt rátettem előre, hátulra. És akkor vissza az Anestihez. Vissza is értem a szobába, a gépet ide letámasztottam, hogy a kölcsönzős lelkemre kötötte, nehogy lehagyjam éjjelre. Hát mondom, magyar vagyok, én föl fogom vinni a szobába. Ennek körül nem kell kétszer mondani nekem az ilyet. Úgyhogy itt jó helye lesz, az a biztos. Majd reggel visszaszerelem le a spéciket, kap megint egy visszapillantó tükröt, egy kormánytáskát, meg ide is kap még egy kulacstartót. És... holnap bringás nap lesz, hogy a bringából látszik is. Most nem délre fogunk menni, mint vasárnap, hanem éjszakra. Konkrét cél nincsen, ameddig jól esik. A terep az semmivel nem lesz egyszerűbb, megint ilyen dimbes, dombos, hegyes, völgyes lesz, de semmi baj, csak jó idő legyen, ez a lényeg. Pizzát meg elteszem reggelre, finom kis pizza volt, 10%-os kedvezménnyel. Ez majd jó lesz. Na és ezek kerülnek fel a gépre. Kormányra kulacstartó, visszapillantó, meg ez a kis tatyó. És én lassan búcsúzom is tőletek, jó pihenést mindenkinek, és ha minden jól megy, akkor holnap folyt köv, köszi, aki velem tartott, csáv mindenkinek, sziasztok!